Szeretettel köszöntöm az antiimperialista hét résztvevőit. Róna Judit vagyok, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének aktivistája. A MEASZ adott teret ennek a beszélgetésnek, hiszen az antifasiszta harc szerves része az antiimperialista harcnak. Ez a hét erről is fog szólni. A beszélgetés résztvevői Zalka Vera és Benyik Mátyás, az ATTAK és a szervezők a baloldalért, a SZAB aktivistái. Kezdjük is el. Köszönjük. Ebben az évben már régóta szerveződik október első hetében megrendezésre kerülő antiimperialista hét. Európa számos országában készülnek az aktivisták különféle karikatúra rajz kiállítással, tüntetésekkel az USA követsége előtt, ezen kívül pedig fórumokkal, megbeszélésekkel, akciókkal. Azért ültünk itt össze a barátaimmal és harcostársaimmal, hogy megbeszéljük, hogy mi lehet annak az oka, hogy Magyarországon ennyire nincs visszhangja ennek a témának. Körülbelül szeretnénk megbeszélni, hogy ennek a hétnek a keretében mik kerülnek megtárgyalásra, mi kerül szóba, milyen közbeszéd van a résztvevők között. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy nálunk a közbeszédet a hatalom határozza meg, és ennek ellensúlyozására szeretnénk lefolytatni ezt a beszélgetést, hogy alternatív közbeszédeket mutassunk be, hogy tulajdonképpen a népek ügyeiről miről is kéne beszélnünk, mi legyen a jövő, hová tartunk, mi ellen kell küzdenünk. Kérdezném Benyik Mátyást, hogy ő hogy látja a világhelyzetét a mostanában, a kapitalizmus helyzetét. Most már abban a helyzetben vagyunk, hogy összetudjuk hasonlítani a II. Világháború és 1989 közötti időszakot, valamint az elmúlt 30 évet. Ez két körülbelül évtizedekben hasonló időszak, és azt vizsgáljuk most már régóta barátainkkal, szakértőkkel, elemzőkkel, hogy mik voltak azok a jó tendenciák, amik a II. Világháború utáni újjáépítésben megvalósultak, létrejöttek, és vizsgáljuk összehasonlításképpen a 89 utáni folyamatokat. Erről kérdezném Benyik Mátyást, hogy ő hogy látja ezeket a kérdéseket. A legfontosabb itt az elemzésnél az, hogy lássuk, hogy a kapitalizmus gyakorlatilag ma a világon mindenütt létező rendszer. Vált. Vannak szigetek a világban, amelyek nem váltak kapitalista országokkal, rendszert nem tudták megdönteni, például Kuba, vagy most Venezuela, amely nagyon erőteljesen küzd a kapitalizmus ellen és az imperialista tendenciák ellen. Sajnos ez a harc ma még nem dőlt el, hiszen olyan erős katonai és gazdasági potenciállal rendelkezik elsősorban az Egyesült Államok, de más fejlett nyugat-európai országok is, amelyekkel szemben egyelőre nem tudott áttörni egy szocialista irányba mutató, egy rendszeren túlmutató fölény. Most ezzel a héttel, amelynek keretében ennek okait vizsgáljuk, meg kell néznünk azt, hogy melyek azok a tényezők, amelyek akadályozzák ennek a
harcnak a sikerét, vagy legalábbis eddig nagyon kevés olyat tud felmutatni, amely valódi alternatívát kínál erre a helyzetre. Természetesen ideológiailag és gyakorlatilag is vannak olyan csigrák a világban, amelyek mutatják, hogy egy közösségi társadalomnak mik lennének az alapjai. Természetesen hozzá kell nyúlni a tulajdonhoz. A tulajdont közösségi felügyelet alá kell venni. A földeket közösségi tulajdonba kell venni. És természetesen a termelésnek a más területe is, tehát az iparnak a területét, és mindezek adják meg az alapját annak, hogy az oktatásban, az egészségügyben és az élet más területein is ellenőrzött a nép számára fontos intézmények működjenek. De ezzel még elég messze tartunk, hiszen gondoljunk csak arra, hogy minden olyan kísérletet, amely ebbe az irányba mutatott, eddig elég sok helyen sikerrel legyőzött az imperialista, kapitalista erő. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a nemzetközi tendenciákat mérlegelve vannak nagyon pozitív fejlemények, még egyszer mondom, elsősorban Latin-Amerikában. Említhetném még azt, hogy Afrika egyes részein is sikeresen próbálnak egy közösségi társadalmat kiépíteni, de világosan kell látni, hogy ez csak egyelőre elszórt, és nem egy átfogó tendencia, vagy átfogó kép. Úgyhogy én a nemzetközi hátterét ebben látom. Én nagyon fontosnak gondolnám azt, hogy egy kicsit beszéljünk a hazai viszonyokról. Milyen tapasztalataink vannak? Az elmúlt 40-30 év, ugye a rendszerváltás után mit hozott a magyar társadalomnak? Talán erről kellene beszélni, Vera. Igen. Igen, azt tapasztaljuk, hogy az emberek nagyon nagy várakozással tekintettek a 89 utáni átalakulásokra. Azt remélték, hogy szabadon utazhatnak, azt, hogy szabadon vállalkozhatnak különféle gazdasági tevékenységekre, ezáltal magasabb jövedelmeket reméltek saját maguknak, csak azzal nem számoltak, hogy ez igen korlátozott, és nem mindenki számára elérhető szabadság. A nagy tömegek számára ez továbbra is elérhetetlen lehetőségek, mondom lehetőségek, amelyektől viszont sokan el vannak zárva. Úgyhogy Magyarországon én egy nagyfokú csalódottságot és letargiát érzek, és az emberek szinte elszenvedték azt, ami a politikában, a társadalmi átszerveződésben a fejük fölött az ő megkérdezésük nélkül lezajlott. Arról is szeretnék beszélni, hogy ideológiailag az lett beállítva, és ezt súlykolják, hogy a korábbi időszakban minden rossz volt, mindent el kell vetni, de most 30 év elteltével látjuk, hogy voltak annak az időszaknak olyan haladó vívmányai, amelyeket bizony nem kellett volna elvetni, és ha szükség is volt átalakulásra, sokkal lassúbb tempóban kellett volna bármit is végrehajtani, és most viszont olyan helyzetben vagyunk, hogy szinte reménytelen és visszafordíthatatlan tendenciáknak nézünk elébe.
akár gazdasági téren nézem a folyamatokat, az embernek az a gondolata támad, hogy spontán gazdasági folyamatok és ilyen adhok kívánságok mentén történnek a gazdasági beruházások, márpedig a társadalom nagy részének egy tervszerű gazdáskodásra lenne szüksége, amely átláthatóvá teszik, hogy milyen beruházások létesülnek, az mennyire hatástanulmányokkal be lehetne bizonyítani, hogy az nagy létszámú, lakossági létszámok számára elérhetővé válik, a hasznára válik, és nem egy törpe kisebbség szeszélyeinek és érdekeinek mentén történnek ezek a gazdasági folyamatok. Akkor vehetném a szociális szférát, hát itt óriási visszaeséseket vehetünk észre, mert míg a háború utáni időkben folyamatos fejlődést és javulást lehetett tapasztalni, nem mondom azt, hogy egy 200 éves folyamatnak az eredményeit tudnánk bemutatni, hogyha erre visszatekintenénk. Annyit értek el az emberek, annyit tudtak megvalósítani, amennyit 40-50 év alatt meg lehetett valósítani, de ez a folyamat, ez egy sok hatással véget ért, és az emberek egy sok terápia hatása alá kerültek, rengeteg mindent elveszítettek, és képtelenek felkapaszkodni. Te hogy látod az egészségügy és oktatás területén ugyanezeket a tendenciákat? Légy szíves, erről számolj be a hazai vonatkozásban. Hát természetesen a fennálló rendszernek a tulajdonsága vagy sajátossága az, hogy megpróbál mindent piacosítani. A piacosításnak a fő területei azok után, hogy a gazdaság területein már átvették az uralmat, és gyakorlatilag a tőkeérdekek határoznak meg mindent a gazdaságban. Következnek más területek, következnek a szociális szférának a piaci viszonyok közé szorítása, vagyis pénz alapúvá tenni, profit orientálvá tenni minden más olyan területet, amely addig nem volt piacosítva. Ez a lényeg a dolgnak. Tehát az egészségügynek a lerombolása és tehát a közegészségügyi ellátásnak a megnyírbálása, ezzel párhuzamosan a magánegészségügynek az előtérbe helyezése, ez ennek a rendszernek a sajátja. Ugyanez vonatkozik az oktatásra is. Hát épp a legutolsó példa aminek napjainkban is tanúi vagyunk, az a tiltakozás, amely a Színház és Filmművészeti Egyetemen zajlik. Miről van szó? Arról van szó, hogy az állam a saját embereinek a pozícióba helyezésével gyakorlatilag a közoktatást, közszférát magánszférává alakítja át, piaci alapokra helyezi, profitorientáltá teszi, úgy, hogy közben ezek az általa kinevezett emberek, akik ezt a folyamatot levezénylik, gazdagodnak. Tehát erről szól a dolog. Tehát világosan kell látni, hogy a kapitalizmus, amikor már elérte a fejlődésének egy bizonyos szintjét, akkor még ami szabad, azt mindent maga alá akar gyűlni. Hát nem véletlen az, hogy a környezetvédelem is ma olyan fontossá vált, hogy szinte első számú probléma, első számú gond és a tiltakozásoknak nagy része a környezetvédelmére irányul. Miért?
Mert ma már az, ami nem volt piacosítható, a víz, a levegő, tehát minden olyan természeti kincs, amely szabadon állt rendelkezésre, és nem volt a tőke uralma, ma a tőke uralma alá hajtják. Tehát én így tudnám röviden, lehet, hogy igen, te is hozzá tudsz ehhez még tenni. Igen, most tapasztaljuk azt, ami a Színház és Filmművészeti Egyetemen zajlik, hogy az egyetemi autonómiát, ami több évtizedre, évszázadra visszatekintő hagyomány, ezt próbálják megnyírbálni és tönkretenni. Már ezt megtapasztaltuk a közgáz és a CEU esetében is, és akkor úgy tapasztaltuk, hogy a tiltakozás, az ellenállás gyengének bizonyult. Ez vérszemet és erőt adott a mindent be kell belezni kívánó kis gömböcnek, és újabb területeket próbál meghódítani, bekebelezni szégyentelenül és gátlástalanul. Úgy látom, hogy a természetvédelem területén nagyon sok helyi tiltakozás van Magyarországon, mert hát a polip csápjait most már olyan területekre is kiterjesztette. Óriási vívmány volt a 1990-es, 2000-es évek idejében a Natura területeknek a meghatározása, természetvédelmi, környezetvédelmi területeknek a kijelölése, de a tőkét ez sem érdekli. Tehát a tőke érdek, mint egy hadseregnek a csizma talpai halad előre, és bármit, ami az útjába kerül, azt megpróbálja letarolni, bekebelezni. Még egy sáskajáráshoz is tudnám hasonlítani az előrehaladásukat. És hát említhetjük a Fertőtavat, a Velencei tavat, a Balatont, a folyóinkat, mindenütt próbálkozik, hogy kis csoportok önérdekei mentén lebetonozza az országunkat, és mint tudjuk, hogy az erdőirtás, a fák irtása, és mindennek a lebetonozása micsoda károkat és következményeket von maga után. És sajnálatos módon retorikájában uszító tendenciát mutat, hol polgárháborúkba kergeti az imperializmus az egyes országok lakosságát, tehát egymás ellen hangolja, vagy szomszédos országokat uszít el egymás ellen, és Európában hajlamosak vagyunk úgy érzékelni, hogy nincsenek háborúk, mert hát nem Európában zajlanak 45 óta a háborúk, de sajnos tudatosítani kell magunkban azt, hogy igenis odafigyeljünk a világ dolgaira. 45 óta nem szűntek meg a háborúk, hol itt, hol ott, hol amott törnek ki imperialista indítatású háborúk, és bizony ezt érdemes észben tartani, és ez pontosan egy ellenpontja annak az uszító retorikának, hogy nem akarjuk, hogy hozzánk jöjjenek a migránsok. Igen, de akkor viszont ez ellen kellene tenni valamit. Egyrészt meg kéne szüntetni azokat a tendenciákat, hogy a népek ne rendelkezhessenek a saját országaiknak az ásványi kincseivel. Említetted Venezuelát. Miért jogos az, hogy külföldi hatalmak fölözik le eme kitermelésnek a javait? Miért nem a venezuelai nép gazdagodik, fejleszti a gazdaságát, hogy ne egy monokulturális, hanem multikulturális
kulturális gazdaság tudjon kifejlődni az országban. És felháborító az, hogy miközben jogosan küzdenek ezek az országok és népek, mondhatnám a latin-amerikai példákat, vagy az afrikai példákat, de ázsiai példákat is hozhatunk fel, ahol ugyanez történik, hogy teljesen természetesnek veszik a fejlett országok, a centrum országai, hogy ezeket a hasznokat lefülözzék, és ezáltal dicsekednek azzal, hogy náluk milyen magas az életszínvonal. Az az életszínvonal emelkedés, amelyek más népek tönkretétele, élőhelyeiknek a megsemmisítése révén jön létre, az semmilyen erkölcsi vagy ideológiai tekintetben nem fogadható el. És én azt kérdezném tőled, Mátyás, ezzel kapcsolatban, hogy te hogy érzékeled, mi lehet annak a szociális, pszichológiai, pszichoszociális oka Magyarországon, hogy az emberek ezeken a világjelenségeken, ami azért összefügg a mi életszínvonalunkkal, jól létünkkel, ezeken nem gondolkodnak, nem éreznek együtt, és felhozhatnám azt is most, hogy a COVID-19 után rengeteg ember arra vágyakozik, hogy a kisebb, visszafogottabb, tavaszi, korlátozottabb életstílus után visszatérhessen a korábbihoz. Te mit gondolsz erről, hogy ezt mi mit gondolunk, vagy milyen állásfoglalást képviselünk ez ügyben? Hát elsősorban azt hiszem, az annak oka, hogy miért passzív a magyar társadalom, miért tűri el ezeket a tendenciákat, mélyebb okai vannak. Az első, amit én fölhoznék, és úgy gondolom ez nagyon lényeges, hogy van egy óriási csalódottság, van egy óriási kiábrándultság abban, hogy azok a szlogenek, azok a jelszavak, amelyeket a rendszerváltozás előtt bedobtak, ezek nem valósultak meg. Tulajdonképpen az elmúlt 30 évben a társadalomnak a szerkezete és összetétele változatlan olyan értelemben, hogy van körülbelül egyharmadnyi társadalmi réteg, amelyik kifejezetten mély szegénységben él, és ez a szegénység ez nem csökkent. Tehát ezek az emberek, akik ilyen nyomorult helyzetben vannak, képtelenek önmagukat megszervezni, hogy ellenálljanak. Van egy másik, körülbelül szinte 3 millió réteg, amelyiknek a helyzete mondjuk úgy, hogy nem változott. Tehát olyan értelemben nem, hogy az előző szocialista rendszerben és viszonylag egy ilyen középpolgári léte volt, annak ellenére, hogy munkás volt és alkalmazott volt. Tehát volt egy viszonylagos jólét. És van a magyar társadalom most egy olyan réteg, amelyik ennek az egész rendszerváltozásnak, vagyis a kapitalista átalakulásnak a nyertese. Most ezen belül is a jobb létben lévő rétegeknek is van egy nagyon szűk szelete, hát mondjuk úgy, hogy 100 000, körülbelül 100 000 ember, akik viszont elképzelhetetlen gazdagságra tettek szert azáltal, hogy a közvagyont magánvagyonnál alakították át, tehát a közpénzek magánpénzekké váltak, és hát ennek látjuk olyan megnyilvánulásait, mint a Mészárosnak a különböző
ingatlanjai és a maga alá gyűrt üdülők és egyéb területeken a vagyongyarapodást, illetve hát látjuk azt, hogy még a minisztériális szintű emberek is, mondjuk a külügyminiszternek a vagyongyarapodása, de más sokat is idehozhatnánk, a Semjén Zsoltnak a példáját. Tehát látjuk azt, hogy ez a szinte már, hogy úgy mondjam, a nyugat-európai gazdagodást is lepipáló szinten megy, az a fajta közvagyonoknak az elsaját, kisajátítása, magánkézbe vétele, amely teljesen, hogy úgy mondjam, példátlan. Ezt mind a magyar társadalom csendbe tűri. Nincs ellenállás. Nincs ellenállás, mert egy, szét vannak teljesen aprózva, parcellázva egymástól a különböző társadalmi csoportok. Nincs párbeszéd a különböző elégedetlenkedő kisebb csoportok közül. Kevés ma Magyarországon az erő, és itt elsősorban ugye főleg a fiatalokra kell gondolnunk, akik átlátják azt, hogy ez az egész miből következett és hova vezet. Tehát nem a rendszert kritizálják a különböző csoportok, nem a kapitalizmus megdöntése vagy kapitalizmus túlhaladására koncentrálnak, hanem csak egy konkrét ügyre, úgynevezett egy ügyű mozgalmak vannak, azok is nagyon gyengék, és többnyire elhalnak. Nincs közöttük párbeszéd, nincs erő, amelyik megszervezze ezeket. Tehát azt látom, hogy a szociológiailag ugye ez atomizált társadalom, aminek tagjai vagyunk és látjuk, az individualizmusnak a teljes, hogy mondjam, győzelme, az megakadályozza azt, hogy gyors változás szülessen, vagy gyors... Na most éppen itt hoznám be megint a nemzetközi hátteret, vagy nemzetközi kapcsolatokat, hogy pontosan nekünk példaként kell, hogy szolgáljon. Az a harc, amely Kubában, amely Venezuelában zajlik, és nagyon fontos nekünk az az összefogás, amely egy ilyen antiimperialista, antikapitalista hálózat keretében zajlik. Hát erről beszéltünk az elején, hogy a fórum, a világfórum, a társadalmi világfórum, vagy szociális világfórum ad keretet ezeknek az együttműködési hálózatok kiépítésének és nemzetközi támogatásnak, hiszen akkor is lehet valamivel előrébb jutni, ha szolidárisak vagyunk a különböző mozgalmak, a világban tapasztalható, ismert mozgalmak között. Ezen dolgozunk tulajdonképpen, és ez volna a cél, hiszen egy országon belül megvalósítani egy más rendszert, az ma szinte lehetetlennek tűnik, ez nemzetközi összefogás kell. Ez tulajdonképpen én ebben summáznám az antiimperialista hétnek az üzenetét, hogy nemzetközi együttműködésben tudjuk a magyar viszonyokat is megváltoztatni. Még arra kérlek, hogy amielőtt folytatjuk a további elemzést, beszélgetést, hogy pár programot légy szíves mutass be a nézőinknek, hogy milyen programok zajlanak más országokban, és hát fájdalommal tudjuk megállapítani, hogy Magyarországon gondolkodunk azon, hogy jelen helyzetben, a kialakult helyzetben milyen apró lépéseket lehet megtenni.
én újra visszakapaszkodnék ahhoz a gondolathoz, hogy semmiképpen sem szabad a COVID előtti fogyasztói társadalmi szokásokhoz visszatérni, és minden egyén apró lépésekben is megteheti a maga kis lépését, aztán közösségek tegyék meg az apró lépéseket, és országos, nemzeti szinten, majd kontinentális szinten is meg kell tenni az apró lépéseket. Hogy konkrétumot mondjak, mire gondolok. Igenis vissza kell fogni a fogyasztást, hogy ez a reklámok és ideológiák által gerjesztett fogyasztás, azt vissza kell fogni, és ennek ki kell hatnia a termelésre. Én a tervezett gazdaság, a tervezett termelés, a jól átgondolt termelés mellé teszem le a voksomat, mert túltermelési válságban szenved a világ, és ezekre nincs szükség, ezek öngerjesztő folyamatok, tehát a túltermeléssel együtt jár, illetve következménye az a természetrombolás, ami zajlik a világban. Ezt is meg kell fékezni, mert a föld elsivatagosodik, más helyeken hurikánok tombolnak, időről időre tűzvészek lobbannak föl, másút pedig szökőárak, úgyhogy ezeket tapasztaljuk, elszenvedjük, és mégsem gondolkodunk erről, vagy hát kevesen teszik, hogy ezeket meg kéne fékezni az emberi tevékenység által. Tudom, hogy a kisember keveset tehet, mert olvastam egy statisztikát, hogy körülbelül 100 cég az, amelyik a környezet rombolásnak a legfőbb okozója, tehát ezeket viszont társadalmi kényszerítéssel kellene megfékezni, és a tevékenységük átalakítására bírni. Olyanokra is gondolok a túlfogyasztáson kívül, hogy vannak emberek, akik napi 8 órába, 10 órába dolgoznak, és még berohannak egy kis plusz pénzért túlórázni. Na most ez is egy olyan tudatosságot igényel, hogy ezt is vissza kéne fogni, mert általánossal kéne tenni azt, hogy az emberek 6-7 órában dolgozzanak, ezáltal másoknak is jut munkalehetőség, ha nem egy ember végzi el 2 vagy 3 embernek a munkáját, ami egy bizonyos korábbi időszakban nem igazán volt jellemző, és most viszont ez a tendencia. Fel kell készülnünk, már 20 éve fel kellett volna készülnünk, de mégse tettük meg, hogy a robotizációra is odafigyeljünk, hogy bizony sok területen a robotok veszik át az emberi munkahelyét, meg kell szervezni, meg kell tervezni társadalmilag, hogy az embereket oktatás által és önszerveződés által milyen értelmes társadalmi tevékenységekre kell rávenni, motiválni, és hát ilyen öngerjesztő folyamatokkal ezt létrehozni. Tehát ilyen területeken kellene harcolnunk az ellenkező már meglévő tendenciák alatt, tehát apró lépésekkel is, és nagyobb léptékekben is folyik a küzdelem. Átadnám a szót. Jó, hát sok mindent elmondtál. Részben vitatkoznék is veled, mert a tervezés dolga az azt kívánná meg, hogy más tulajdon viszonyok legyenek. Tehát én szerintem a tulajdonban van a kutya elásva, mert a tulajdon viszonyok ilyen átalakulás, ami végbe ment Magyarországon, pont a tervezés ellen szólnak. Hát ugye világosan látjuk, hogy a magán tulajdonban lévő termelőeszközök és más
más eszközök, épületek, egyebeknek a magántulajdonba átvétele, az pont a tervezést akadályozza. Tehát a tervezés akkor lehet, amikor van egy közösségi tulajdon, és ha akkor régi rendszerre gondolunk, ugye egy teljes közösségi társadalmi tulajdon, hát itt nyilvánvalóan a nagy rendszerekre gondolok, ugye az áramszolgáltatás, a gázszolgáltatás, tehát energiaszektor, stb. Nyilvánvalóan ezek mind olyan területek, amelyeket nem lehet kis csoportosan jól működtetni, hanem csak egy nemzeti szinten, hát mondjuk Magyarországot véve alapul, ugye, mert nyilvánvaló, hogy egy nagyobb szövetségi államban, mint mondjuk Németország, elképzelhető, hogy egy kisebb államszinten is meg tudnák ezt szervezni. Tehát ugye a tervezésre ezt tudom mondani. A másik, hogy persze az embereknek a tudatosítása, és az, hogy vegyék kézbe az ügyeiket, saját maguk, és ott, ahol lehetséges, harcolják ki az, hogy nekik rálátásuk, ellenőrzésük legyen a folyamatok felett, ez egy komoly szervező munka, és komoly harc kérdése. És hát nem igen látom azt, hogy ma Magyarországon egy antikapitalista szellem uralkodna. Tehát itt alapvetően ugye az elmúlt 30 év, de már elkezdődött ez tulajdonképpen a 80-as években, egy olyan folyamat volt, amely az embereket a magán irányba vitte, és nem a közösség erősítése irányába vitte. Hát az egy tragédia, hogy hagyták az üzemeket, az állami tulajdont szétverni, széthurcolni, szétszedni. Tehát azért mondom, hogy ez nagyon nehéz a mai viszonyok között, hogy mennyire lehet azokat, amit jogosan elvárunk, és említettél, megvalósítani, és tényleg lépésről lépésre azokat a csírákat, hogy mondjam, növelni és erősíteni, amelyek a közösségekből nőhetnek ki, és követelhetik ki szélesebb értelemben, nemzeti szinten, nemzetközi szinten a változást. Mert ezt nem fogja a fennálló uralkodó réteg és osztály hagyni, önként nem fog erről lemondani. Tehát sajnos a történelem eddig azt mutatta, hogy rendszerváltást, igazi rendszerváltást vérmentesen, pucs vagy vér nélkül nem történt meg. Hát azért nézzük meg azokat a történelmi tényeket, amelyek végig vonultak, mondjuk csak ne beszéljünk másról, mint az elmúlt 300 évből. Ezek mind véres harcok árán történtek meg. Tehát látni kell, hogy a változás az nem biztos, sőt, én inkább azt mondom, biztos, hogy nem lehet vérmentesen. Meg kell küzdeni ezért. Nagyon kemény harcot kell folytatni, és ezért fontos ez a hét, hogy ezt próbálja ráirányítani a figyelmet arra, hogy összefogással a különböző mozgalmaknak az együttműködésével kell a rendszert támadni, hiszen a rendszer az oka annak, ami történik, ez nem független attól, az viszonyoktól, amelyekben élünk, és amelyeknek, még egyszer mondom, én alapkérdésnek tekintem a tulajdont. Tehát ez az egyik legfontosabb dolog, a tulajdon. Ott gyökereznek ezek a problémák. Tehát a megváltoztatáshoz tulajdonviszonyokat kell megváltoztatni. Ennyit mondanék. Igen.
Köszönöm szépen, akkor felvetetted a békés úton, vagy forradalmak, és hát emberáldozatok, véráldozat kapcsán létrejövő változásokat, és hát látnunk kell azt a tendenciát, hogy mind a mellett, hogy nem mondanám erőseknek az ellenálló mozgalmakat, mert ami tiltakozás vagy nem tetszés megjelenik a társadalomban, az nagyon a víz felszínén felbukkanó tiltakozás, akármennyire is szimpatizálunk és mélységesen együttérzünk a környezetvédelmi tisztalkozás. Említeném a Balaton, Fertőtó és társai, tehát hasonló ügyekben való, vagy a Budapesten a hajógyári szigettel kapcsolatos tiltakozásokat. Ezek mind a jelenségek felszínén lévő dolgok, és nagyon helyes, hogy tiltakoznak az emberek, csak akik tiltakoznak, nem itt megállnak, nem néznek mélyebb összefüggések irányába. És ha beszélünk az agresszivitásról, akkor meg kell említenünk ebben az általunk azért az elmúlt 30 évben békés tiltakozások és konferenciák és tüntetések formájában megjelenő harcban, emellett mégis akik a hatalmat birtokolják, valahogy félnek, vagy elégedetlenek, még annak ellenére, hogy azt sem említettük, hogy a média Magyarországon teljes mértékben a kezükben van, átjátszották, hát a vagyontárgyakon kívül még a médiát is teljes mértékben bekebelezték, tehát a lakosság többségének a hangja vagy elégedetlensége sehol nem tud megszólalni, nem tud artikulálódni. Ennek ellenére azt tapasztaljuk, hogy fegyverkezés folyik a hatalmi részről. Magyarország tekintetében sok más helyen remekül felhasználható, akár az egészségügyben, akár az oktatásban felhasználó összegeket fegyverkezésre költenek. Erről még, ha mondanál pár szót, és hogy te hogy látod ezt a kérdést? Hát ugye, ha kormányzati szempontból nézed, akkor miután Magyarország a kapitalizmusba úgy lépett be, hogy tulajdonképpen a szövetségi rendszert, a korábbi Varsói Szerződés szövetségi rendszerét szétverték és széthullott. A mostani csatlakozásunk, a rendszerváltás utáni csatlakozásunk az Európai Unióhoz, illetve a NATO-hoz, ez gyakorlatilag letette a voksot a fegyverkezés mellett. Szóval egy ország, amelyik nem semleges, az nem tud ebből kimaradni. Tehát itt vannak kényszerpályák, ugye ez lehet követelni a NATO-ból való kilépést, lehet követelni az Európai Unióból való kilépést, de a lényege nem változtat. Én változatlan azt mondom, hogy amikor a társadalmi tulajdon magántulajdonná változott át, akkor az magával hozta azt is, hogy minden területen a profit a lényeges, hiszen ne feledjük el, hogy a fegyverkezés is gyakorlatilag a kapitalizmusnak, hogy úgy mondjam, a alappillére. Tehát, na most ugye erre költ a magyar kormány most jelentős összegeket. Ennek részben az az oka, hogy egy szövetségi rendszernek a részei vagyunk, a NATO megköveteli, hogy a fegyverkezésre milyen összegeket, milyen védelmi eszközöket kell venni. Másodszorban meg azt látom, hogy persze lehetne ellenállni, de most már, hogy Magyarország teljes egészében lecsatlakozott ez a NATO-hoz.
Varsói szerződés nem létezik, tehát nincs egy másik olyan katonai erő, amely alternatívát jelenthetne, tehát amely a rendszerrel szembeni alternatíva részeként tekint az önvédelemre, mert önvédelem azért kell, ha nincs egy országnak önvédelmi képessége, pláne egy kis országnak, az hát gyakorlatilag nem tudja megvédeni magát, az egyenlő azzal, hogy egy imperialista támadás esetén megsemmisül, vagy jelentős részben elpusztul. Tehát sajnos a fegyverkezés, mint téma, az megint összefügg a rendszerrel. Tehát ha támadunk valamit, a fegyverkezést például, mint a mi része ennek a antiimperialista hétnek is, tulajdonképpen a gyökerét, a rendszert kell támadni. Tehát a kapitalizmust kell meghaladni és túlhaladni ahhoz, hogy megszűnjenek ezek a dolgok. Tehát ugye az Egyesült Államokban is a fegyverkezés és a hadipar az, amik hajtja előre az amerikai gazdaságot is. Tehát ez részben ugye hódító célokat szolgált, tehát van egy ilyen az imperializmusnak az új korszaka a mostani, egy leigázó tendencia meghódítani területeket, népeket, elvonni a természeti kincseiket, rátenni a kezüket az olajra, az ásványi kincsekre. Tehát van egy ilyen része is a dolognak. A másik része meg az üzleti megfontolások. Hát egy gazdaságnak, ha egy nagy döntő részét, vagy nagy részét a hadipar adja, tehát az eszközök, amit előállítanak, foglalkoztat egy csomó embert, tudóstól kezdve kétkezi munkást is, akkor ez a gazdaságnak is a része. Tehát végeredményében, hogy úgy mondjam, beépül szervesen egy gazdaság működésébe. Tehát én oda mennék vissza, úgy látszik, hogy ilyen mindig visszatérek ahhoz a gondolatomhoz, hogy a fegyverkezésnek is, és minden más egyébnek is, a migrációtól kezdve más területeknek is a problematikája rendszer, hogy mondjam, gyökere van, rendszer gyökerű. Összes baja és kínja a kapitalizmus jellegéből adódik. Köszönöm szépen. Rendkívül érdekes az, hogy mi Magyarországon, így akik erről beszélgetünk és gondolkodunk, ezt így látjuk hasonlóképpen, ahogy te ezt elmondtad. Ugyanakkor meg kell említenünk, hogy Németországban azért vannak NATO ellenes mozgalmak, és hát ezeknek a tevékenységét és elvi alapjait is megpróbáljuk figyelemmel kísérni, hogy ők mit tudnak kidolgozni ebben a témában. Igen, hát az Egyesült Államok az Dél-Amerikában rengeteg az elmúlt 50-60 évben rengeteg pucsnak a hátterében szerepelt. Azt tapasztaljuk, hogyha Oroszország részéről valamiféle beavatkozás történik más országok belügyeibe, akkor az mindig nagy hangot ad, és az kevésbé kelt világfelháborodást, amikor az Egyesült Államok beavatkozik és támogat megvalósuló puccsokat, például Dél-Amerikában ennek sorozatát tapasztalhattuk a különböző évtizedekben. Az antiimperialista hétnek a keretében nagyon sok program, rendezvény, megbeszélés, kiállítás zajlik most ezen a héten folyamatosan különböző országokban. Ennek a kisfilmnek a keretében ezt a
táblázatot a programokkal megmutatjuk. Lesz olyan is, ami Zoom keretében elérhető, úgyhogy felhívjuk rá a figyelmet, hogy aki tudja és érdekli, kapcsolódjon be és kísérje figyelemmel ezeket a programokat. És vég nélküli beszélgetést tudnánk folytatni a témából, mert gyakorlatilag minden, ami körülöttünk van, minden mindennel összefügg, és felvetünk egy témát, rögtön ilyen gyűrű folyamként már is áttérhetünk egy ebből következő, vagy ennek okaként felvethető témára. Én azt hiszem, hogy nagyon sok mindent érintettünk a mostani beszélgetésünkben. Ez tulajdonképpen egy ilyen gondolatébresztő és a mélyebb összefüggések irányába mutató beszélgetést kívánt lenni, hogy próbáljunk a dolgok mélyére nézni, és nem csak a felszínen tiltakozni, szerveződni, és a másik az, hogy nagyon fontos, hogy a szerveződések egymásba kapcsolódóak legyenek, és mivel, hogy mi egy ilyen antiimperialista harcban veszünk részt, próbáljunk harcolni az atomizáltság ellen, amelyikbe belettünk kényszerítve, és meg kell, hogy említsem itt feltétlenül a szegregáltságot is, mert bizonyos honfitársaink szegregátumokban élnek, és szinte mindentől el vannak zárva az idézőjelbe tett óriási nagy szabadság jelgyében, mert ugyebár ezt ígérték nekünk, hogy mekkora nagy szabadság lesz, de én nagyon őszintén megmondom, hogy az egyéni önös szabadság megvalósítások és az egyéni szabadság érdekeken kívül a tőke szabad mozgásán, a kizalkmányolás szabadságán kívül nagyon sok szabadságot nem látok, mert elviekben van utazási szabadság is, csak hogy hozzak egy példát, viszont gazdaságilag óriási néptömegek meg vannak fosztva az utazás szabadságától is. Hát köszönjük szépen a beszélgetést. Azt hiszem, hogy sok mindent érintettünk, és nagyon sok mindenről volt szó, még több mindenről lehetne még órákig beszélni. Én egy dolgot azért hozzátennék a hely szelleméhez kapcsolódva, hogy hát az antifasiszta, az antirasszista harc, amely most egyre fontosabbá válik, különösen Magyarországon, ahol kormánytámogatással működnek rasszista közösségek, nem egy katonai kiképzéssel, ideológiai felvértezettséggel, legújabban ugye, hát ugye van ez a Jobbik nevű párt, ami arról volt híres, hogy különösen rasszista volt, ez úgy néz ki, hogy eltolódott egy középirányba, de van utánpótlás. Sajnos mindig van utánpótlás ezekben a közösségekben. Meg kell említeni ezt a Mi Hazánk mozgalmat, ami egészen radikális, szélsőséges párt, és nagyon-nagyon vad dolgokat követelnek, amik ellen szintén radikálisan fel kell lépni. Hát köszönöm szépen, azt hiszem, hogy kis képet kaptak Európában és a világban arról, hogy mi a helyzet Magyarországon. Ez volt a célunk. Köszönjük szépen!